kutya intelligencia a következő kérdésünk. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés egyáltalán, hogy mit nevezünk intelligenciának a kutya esetében, de mondjuk nevezzük azt a tulajdonságot, hogy milyen könnyen találja föl magát egy új szituációban, mennyire lehet őt kihozni a normális napi ritmusából azzal, hogy valamilyen új feladatot adunk neki, egy új helyre visszük el. Tehát lehet ilyesmibe mérni egy kutyának az intelligenciát. Én azt mondanám, hogy nem szeretnék degradálni most kutyafajtákat, hogy fú, hát ez egy nagyon buta kutya, és az ásik az meg egy milyen okos, hanem inkább azt mondanám, hogy ha az embernek olyan kutyára van szüksége, ami könnyen feltalálja magát egy szituációba, és velem együttműködik, akkor olyan kutyafajtát kell választani, amit ilyen célra szelektáltak. Tehát például mondjuk egy juhászkutya fajta, egy terelőkutya fajta, vagy bizonyos vadászkutya fajták nagyon jól működnek, és azt mondom, hogy intelligensen működnek az ember mellett, hiszen ezeket olyan munkára szelektálták, hogy az ember tevékenységét figyelembe vegyék, és az ember irányításával működjenek. Ha olyan kutyára van szükségem, ami önállóan működik, tehát nem feltétlenül lóg állandóan rajtam, hanem el van egyedül is, és nem bánom mondjuk azt, hogy néha a kutya, hát hogy úgy mondjam, egy kicsit önállóan ásogat a kertbe, vagy önállóan elszökik a környezetemből, akkor pedig olyan kutyára kell koncentrálni, olyan kutyafajtára, amit önálló munkára szelektáltak. Tehát ilyenek a terrierek, ilyenek a nyájőrző kutyák például, vagy bizonyos egyéb tacskók, szánhúzók, amelyek nagyon önálló fajták.